Állatozó a Vitálbáj támogatás. Ha városban egy elkóborolt kutyuskát, akkor nem kell feltétlen állatorvost keresnünk, hogy leolvassuk a mikrocsipét, ezt már megtehetjük számtalan étteremben is, ez például pont egy ilyen. Van valamiféle adat arra vonatkozólag, hogy egy évben hány kutyus kóborol az utcákon? Adatok szerint több mint 100 000 kutya kóborol országosan az utcákon, abból a 2 millióból, aki, több mint 2 millióból, aki Magyarországon van. Ebből körülbelül 20 000 az a kutya, aki menhelyekre, gyepmesteri telepekre kerül évente. Hogy tud segíteni az alapítvány a kutyákon és a gazdáikon? Amellett, hogy egész évben folyamatosan hozzuk ki az árva sérült kutyákat, mi elsősorban az illatos úti állategészségi szolgálatnak a terepéről mentjük a kutyákat és gyógyítatjuk őket. Azon kívül egy kutyakereső alkalmazást is létrehoztunk, ahol a gazdi megtalálhatja az elveszett kutyáját, illetve akár kutyát is örökbe fogadhat ennek segítségével. Mi most egy olyan étteremben vagyunk, ahol leolvasható a kutyáknak a mikrocsipe, ezt szintén az alapítvány találta ki. Hogy jött az ötlet? A kutyakereső alkalmazásunk egyik funkciója, hogy kutyabarát éttermeket is lehet találni, és miután gyakran fordulnak hozzánk azzal, hogy találtak egy kutyát, segítenénk el a mikrocsipet leolvasni, hát ha a gazdáját megtalálhatják. Gondoltunk rá, hogy a városban keresünk 25 olyan éttermet, aki vállalja, hogy ha ellátjuk mikrocsippel, akkor leolvassa a kutya mikrocsipjét, és akkor az önkéntes állatorvosaink pedig azonosítják a gazdát, és értesítik arról, hogy a kutyáját megtalálták. Tervezitek esetleg azt is, hogy más városokban népszerűsítitek ezt a programot? Arra gondoltunk, hogy példát mutatunk másoknak, hát ha kedvet kapnak ahhoz, hogy ezt csinálják. Az alapítványunk nem olyan nagy és erős, hogy képes lenne egy országos hálózatot működtetni ebben a rendszerben. Könnyen csatlakoznak egyébként az éttermek? Igen, úgy tűnik, hogy szívesen veszik ezt a dolgot. Én remélem, hogy ez egy pozitív üzenet ezeknek a kutyabarát éttermeknek is, vagy azoknak az embereknek, akik ezekbe az éttermekbe mennek, hogy itt tényleg gondoskodnak az árva állatokról is, ha erre szükség van. A mai modern világban már alkalmazás is segíti ugye a gazdikat és a kutyáikat, hogy egymásra találjanak. Hogy működik ez? A kutyakereső alkalmazásnak több funkciója is van. Az egyik legfontosabb a kutyáim funkció. Ide feltölthetem a saját kutyáim adatait, névvel, címmel elérhetősége, és ha elveszne bármelyik, az elveszett gombot, ha megnyomom, akkor 2 kilométeres körzetben mindenkit értesít. A kóbor kutyák bejelentése funkció arra szolgál, hogyha valaki lát egy kutyát gazda nélkül, lefényképezheti. És ha valaki talált kutyust? Akkor természetesen a talált kutyáknál fölkerül az adatbázisba az összes talált kutya. Nem kevés. Nagyon sok van. Nagyon sok, hiszen az illatos útra bekerült valamennyi kutya minden nap egyszer a teljes adatbázisba bekerül, frissítve, vagyis azok a kutyák is, akik ott gazdára várnak, vagy az eredeti gazdájukat várják, megtekinthetőek ebbe az adatbázisban. Találtam egy kutyust, behozom abba a kutyabarát étterembe, ahol leolvasható a mikrocsip, és aztán hogy működik? Így van, a következő a lényeg, az a lényeg, hogy a kutyáknak a gyors hazakerülésének a kulcsa a mikrocsip, legyen a kutyusban mikrocsip, amit nagyon egyszerűen, könnyen meg lehet találni egy leolvasó segítségével, ami most már elérhető lesz ezekben az éttermekben. A működése következőképpen történik, a kutyusnak a nyakának a bal oldalán keressük a mikrocsipet, és egy pár másodperc alatt le is olvassa a mikrocsip számát. Igen. A leolvasó, és ezután, hogyha megvan a kutyában a mikrocsip és a mikrocsip szám is megvan, akkor az étteremnek a munkatársai felhívják valamelyik önkéntes állatorvost, akik szintén csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, és megkeresik az adott mikrocsip számhoz regisztrált gazdinak a telefonszámát, bármilyen elérhetőséget, amelyen értesíthető a gazdi, hogy jöjjön is. Csatlakozzon és vigye el a kis kutyusát haza. Nagyon fontos az is, hogy a kutyus regisztrálva legyen a rendszerben. Így van, sajnos ez egy nagyon nagy probléma,
hogy erre nem figyelnek oda a gazdák kellőképpen, úgyhogy minden esetben javasolt, hogyha éves vizit van az állatorvosnál, oltás van, bármilyen másokból megkeresi az állatorvost, akkor mindig nézzék meg, kérje meg az állatorvost a gazdi, hogy nézze meg a telefonszám, amit regisztráltak annó a chiphez, akkor az még működik-e, a cím nem változott-e meg, nem költöztek el, mert csak úgy lehet eredményesen megkeresni a gazdát, hogyha az adatok, amiket a kutyához hozzárendeltek, azok érvényesek. Mi történik azokkal a kutyusokkal, akiknek nincs mikrocsipjük? Amelyik kutyának nincs mikrocsipje, annál nagyobb bajban vagyunk, ugyanis ilyenkor az adott város gyepmesterét lehet értesíteni. Budapesten az Illatos úton lévő fővárosi ebrendészeti telep munkatársait lehet értesíteni, és ők pedig elszállítják a gyepmesteri telepre a kutyust, és ott találhatja meg a gazdia az elveszett kedvencét.